A természet, ahogy én látom, címmel második alkalommal rendezte önálló tárlattá fotóit Sólya Veronika. Korábban irodalmi kötete jelent meg az amatőr fotósnak, jövőbeli tervei között pedig verses, fényképes album kiadása szerepel, hisz a fotózás és az írás többnyire együtt jár számára. Egy albumot szeretnék kiadni majd. A legszebb fotóimmal és a legszebb verseimmel, mert ugye elég sok verset is írtam, azóta is írtam, amióta megjelent a könyvem. Ha fotózok, akkor mindig eszembe jut, hogy ezt le is lehetne írni. És van ilyen, ami most itt ki van téve, és el lehet olvasni, a Rózsaszín hajnal, ami úgy ihletett meg, amikor kint voltam lent a réten, és akkor hát ahogy kelt fel a nap, az a szép rózsaszín, az a sok gyönyörűség, amit szinte elmondani nem lehet. Ezért a gyönyörűség előtt mindig azt mondom, hogy leborulok. Sólya Veronika fotói az interneten, Facebookos oldalakon láthatók, és mint azt elmesélte, nagy elismerés számára, hogy országos televíziók is számos alkalommal közölték természetfotóit. Az egyik meteorológus azzal kezdte a képen bemutatását, hogy amikor a név garancia a minőségre. És ez nekem elég titel. Veronika legtöbbször hajnalban felkel, mert akkor lehet a legszebb képeket készíteni. A fényképezés és a számítógép használat képszerkesztés rejtelmeibe gyermekei, de legfőképpen ugyancsak fotós fia, Molnár Gyula vezette be. Öt gyermeke született Veronikának, akik valamennyien támogatják édesanyjuk hobbiát. Nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen elfoglaltsága. Szerintem ez még egy fiatal korban is nagyon-nagyon jó, főleg nyugdíjas kor után, nagyon-nagyon. És nagyon jól csinálja. Örülünk neki. Megnyitó beszédében Rácné Pető Ildikó református hitoktató méltatta a falu és az egyház közösségi életében is aktív szerepet játszó Veronika munkásságát, és példaértékűnek ítélte a család közreműködését az alkotó művészetének kiteljesedésében. Ez is példamutató ebben a faluban, hogy így kellene tenni mindenkinek, és az időseket bátorítani, hogy ami még bennük van, azt ha tudják átadni. Református hittanra járó gyerekek alkalomhoz élő népdalcsokrot adtak elő az ünnepélyes megnyitón. A rendezvény zárásaként kötetlen beszélgetés és vendéglátás várta a megjelenteket.